a nettósítás az gyakorlatilag nem egy elegáns dolog. Abszolút egyetértünk. De ha történelmileg visszamegyünk a magyar rendszerváltásra, vagy az azt megelőző időszakra, akkor szeretném arra azért fölkelteni a figyelmet, hogy az egész bruttósítás, az adórendszer bevezetése az bruttósítással indult, és nem függetlenedett egymástól azóta sem, 20 év alatt az adórendszer változása, illetve a keresetek megállapítása. A gyakorlat az volt az elmúlt 20 évben, hogy a bértárgyalásoknál mindig igyekeztünk az adóváltozásokat figyelembe venni, hiszen konszolidált gazdaságban egészen biztos, hogy nincs erre szükség, 1-2%-os adóváltozás nem von maga után keresett beszámításokat, de azért mi még nem vagyunk konszolidált gazdaságban, és az én ízlésemnek is jobban megfelelne az, hogyha nem kellene 1-2%-ot lekövetni, mert nem a megélhetési minimum alatt élő emberekkel kellene emberek keresetéről kellene beszélni. Az is ízlés dolga, hogyha mondjuk csinálunk egy elemző munkát, amiben a MÁV kereseteket decilisekre osztjuk, és megnézzük, hogy a felső decilis és az alsó decilis között milyen bérarányok vannak. A mi meggyőződésünk az, hogy elszakadtak egymástól indokolatlanul a kereseti arányok a Magyar Államvasutaknál is, meg hát az ország más cégeinél is. És hát bár nem ízlésemnek megfelelő, de egy ilyen adórendszerváltozás egy olyan kegyelmi állapotot állít elő, hogy ezeknek a nagyon egymástól elszakadott, bocsánat a magyartalanságért, elszakadt kereseti arányoknak a helyre tuszakolására alkalmas időpillanatot jelentett. Tehát egyetértünk azzal, hogy konszolidált viszonyok között ezek a nagyon nehezen értelmezhető és hát bizonyos önmérsékletet is igénylő intézkedésekre nem kellene sor keríteni, de nem tartunk ott. Az én ízlésemet sokkal inkább sérti egyébként az, hogy ezek a kereseti arányok nagyon-nagyon eltérőek, mert ha valakinek 1 millió forintja van bruttó, akkor az 10-szerese annak, mint a legkisebb keresetű vasutasok pénze, és lehet, hogy még több. Tehát ezt gondolom, hogy most a kevésbé ízléses és a még kevésbé ízléses dolgok között kell választanunk ebben a nagyon nehéz helyzetben. És hát én úgy tudom, hogy nem csak a MÁV-nál, hanem más állami vállalatoknál is kormány elvárás az, hogy a felső vezetők keresetét lecsökkentsék, és úgy tudom, hogy a MÁV-nál is vannak ilyen kísérletek arra nézve, hogy 15%-kal csökkenjen bizonyos vezetői vagy ügyintézői garnitúra keresete. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, vagy alátámasztani, hogy a jelenlegi MÁV vezető vagy kormány vezetőinek az ízlésétől sem olyan nagyon áltávol az, hogy a magas kereseteket most ebben a pillanatban mérsékelni lehessen. Egyetértünk ezzel is, és én úgy gondolom, hogy azért fogalmazódhatott meg a nettósítás vágya a munkavállalókban, mert ez egy olyan állapot, hogy senkinek nem kell csökkennie a keresetének amiatt, mert ezt a szintű tollót valamelyest összepróbáljuk tolni. A kötelező jellegéről pedig annyit, hogy itt az előadásainkban mindig kitérünk el, tudjuk, hogy ez jogilag nem követhető, mint ahogy más sem. Mint ahogy a 15% is elég nehéz, ugye bizonyos körökben, bizonyos presszió kell hozzá. Itt mi nem gondoltunk más presszióra, mint egy önkéntes, mint egy felhívásra, amihez való csatlakozáshoz önkéntességre lenne szükség. Tehát azt kérjük, hogy ne ostorozzon bennünket senki azért, hogy mi nem látjuk, hogy jogilag ez nem kikényszeríthető, mert látjuk. De azt gondolom, hogy ez az a pillanat, azaz a kegyelmi pillanat, amikor ilyen adórendszerváltozásnál ez egy olyan adóváltozás, ami hát a magyar gazdaságtörténetben eddig példátlan, hogy gyakorlatilag egy olyan pillanatban vagyunk, amikor különösebb arcpirulás nélkül ezeket a bajokat lehetne némelyest orvosolni,
és önkéntes alapon lehetne hozzá csatlakozni, vagy nem csatlakozni. Én úgy gondolom, hogy ez a megközelítés egy lényegesen finomítottabb megközelítés, mint ahogy ez látszik rólunk, tehát nem vagyunk demagógok, és nem akarunk lerontani senkit, és lerombolni senkit, hanem ezt a pillanatot szeretnénk kihasználni arra, hogy itt valamelyest a társadalmi igazságosság javuljon. Köszönöm szépen. A Pista által ajánlott nettósításnak tudjuk, hogy külsebb hatása nincs az összvasatosság bérezésére. Viszont elmondtuk múltkor is, hogy mindenképpen gesztus értékű, ha úgy tetszik, egyfajta egyfajta együttérzés vállalása mindazoknak, akiknek nem jut más, csak egy nettó kereset szinten tartás. Azt is tudom, hogy ezt jogilag nem lehet kikényszeríteni senkitől. De azt viszont szintén tudom, hogy akár a menedzsment, akár közösen tehet egy ilyen felhívást, ha más nem. Nem kötelező. De ebben a helyzetben mindenképpen úgy vélem, hogy közelíteni a feleket egymáshoz. Most nem a szakszetésre, a menedzsmentre gondolok feltétlen, hanem a vasutasokra. Hiszen lesz rájuk szükség, lesz arra szükség, hogy egymás irányában legyenek szolidárisak, mint már most sikerült kimondanom a szót. Meg ennyi nagyjából a lényege, és nyilván nem az, hogy megoldja ezzel a problémát. De nyilván még hülyék is tudjuk azt, hogy ez kevés hozzá.